meglehetősen szürreális magyarázattal vezette fel a 444.hu. Hogyan sikerült éppen négy kollégájuknak pont arra fele járniuk, ahol szombaton együtt ebédelt Orbán Viktor és Rogán Antal. De ha már ott voltak, rá is kérdeztek náluk Magyar Péter állításaira, aki közben ígéretet tett arra, hogy ked reggel nyilvánosságra fogja hozni azokat a bizonyos hangfelvételeket, amelyek szerinte a kormány bukását okozzák majd. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 64 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgom megnyomásával. A hétvége sem telik el anélkül, hogy a magyar Péter féle folytatásos regény ne fusson tovább, Ezúttal a 444-nek sikerült elérnie a két legautentikusabb személyt, Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és Rogán Antalt, a miniszterelnök kabinetfőnökét. főnökét, ráadásul mindkettőjüket egyszerre egy helyszínen. A 444 rövid videót tett közzé, amelyen a lap négy munkatársa látható, Rényi Pál Dániel, Szinkóci Sándor, Ács Dániel és Herceg Márk látható. Ők arról beszélnek éppen, hogy Úgyhogy nem, a szabadság téren a tíz éve felállított emlékműnél jártak, amely ellen éppen tüntettek, és ekkor vették észre ők négyen, hogy a tüntetéshez legközelebb eső helyen a Michelin által is ajánlott étteremben, hogy, hogy nem pontot beszélgetett Orbán Viktor és Rogán Antal. A miniszterelnököt arról kérdezte a 444, hogy Magyar Péter még a szerdai ügyészségi meghallgatásán többek között azt is állította, hogy bizonyítéka van rá, hogy Rogán Antal belenyúlt az ügyészség munkájába. Magyar Péter egyébként nem ezt mondta, hanem pontosan úgy fogalmazott, hogy vagy Rogán vagy, és vagy valamelyik embere tette meg ezt, de nyilván Orbán Viktor választát tekintve ez most nem lényeges. A miniszterelnök ugyanis azzal hárított, hogy ő a kormányfő, és ő kormányzati ügyekkel foglalkozik. Erre a lap újságírója azzal vágott vissza, hogy oké, okay, de Rogán Antal viszont egy kormányzati miniszter, de a kis buszba éppen beszálló Orbán Viktor azzal folytatta a válaszát, hogy ő tévés sorozatokkal nem foglalkozik. Mindeközben a kisbusz másik oldalán beszálló Rogán Antalt is mikrofon végre kapta a lap, másik éppen arra járó újságírója. Szintén ugyanezzel a kérdéssel fordultak a miniszterhez, valamint azzal, hogyha mindezek a vádak bebizonyosodnak, akkor vajon lemond-e? Rogán Antal erre azzal felelt, hogy idézem, én azt tudom mondani önnek, hogy végig ment egy büntetőeljárás, amelynek az eredményeit önök is láthatják, ott vannak. Erre az újságairól rákérdezett arra, hogy a kabinet főnöke is a vádiratban szerepel, valamint Saddle György Tónit is emleget a vádiratban, mire rákérdeztek, hogy ez vajon ő -e. Erre mosolyogva Rogán Antall úgy felelt, hogy ő ilyenről nem tud, és azt is elismételte, hogy még soha nem találkozott Sádú Györgyel ezt. Egyébként a miniszter már az országgyűlésben is elmondta, az ellenzéki képviselők kérdéseire válaszul. Az RTL klub is ütötte egyébként a vasat, szintén ugyanebben a témában. A kormány nekik is tagadta, hogy beleavatkoztak volna az ominózus ügy nyomozásába, azzal cáfolták a Telex értesülését, mi szerint Füles kaphatott volna a kormánytagoktól Völner Pál államtitkár arról, hogy nyomozás zajlik Sedl György ellen. A válaszukban úgy fogalmaztak, hogy az összes minisztérium miniszterhelyettese minden héten legalább egyszer munka megbeszéléseken részt vesz a Karmelita Kolostorban. Tehát a, a hivatal azt nem cáfolta, hogy Völner bent járt a Karmelitában, ám azt igen, hogy a nyomozásról tájékoztatták volna őt. Magyar Péter is posztolt szokás szerint, a Facebook oldalán azt állította, hogy március 26-án reggel 9 órakor, amielőtt belép az ügyészség épületébe, közzé fogja tenni a YouTube-csatornáján és a Facebookon is azt a hangfelvételt, ami állítása szerint bizonyítja az ügyészségen tett kijelentéseit, vágyait. Szerinte azok után majd sem a kormány, sem a legfőbb ügyész nem, tehez, nem lehet majd mást, mint hogy benyújtja a lemondását. Szerinte ha ezt megteszik, akkor még marad esély arra, hogy a Fidesz becsületes része átmentsen valamit későbbre a polgári Magyarország idejájából, ha viszont nem, akkor azt teszik a jobb oldalla, Magyar Péter szerint, amit annó az ötödi beszéd után Gyurcsány Ferenc tett a saját pártjával. Az ominózus hangfelvételeket egyébként maga Magyar Péter készítette, az újságírók gyanúja szerint éppen a volt feleségével és volt barátjával, Gulyás Gergelyel történt beszélgetéseket rögzíthette titokban. Ez nyilván majd kedden derül ki, hogy valóban ők hallhatók-e a felvételeken. Minden esetre sokak számára ezek a, ennek a készítésének a módja is felvet bizonyos kérdéseket. Magyar Péter szerint a hangfelvételeket saját maga és családja biztonsága miatt készítette, ha esetleg a jövőben önvédelemből ezeket fel kellene. Használni. A hvg.hu megkeresésére egyébként a központi nyomozó főügyészség azt válaszolta, hogy vizsgálják, hogy indítsanak-e hamis vád miatt nyomozást Magyar Péter kijelentései után. Szó szerint ezt nyilatkozták, a fővárosi nyomozó ügyészségre érkezett egy a hamis vád gyanújával beadvány Magyar Péter szerdai tanúvállomását követő kijelentései után, ahogy alapján, a beadványról azonban még nem döntöttek, azt a tartalma szerint értékeli a válthatóság, majd azzal kapcsolatban megteszi a szükséges intézkedést. Ezek egyébként a következők lehetnek vagy elrendelik a nyomozást, vagy elutasítják a feljelentést, vagy feljelentés kiegészítést kérnek. Orbán Viktor egyébként még a pénteki Kossuth Rádiónak adott interjújában beszélt arról, hogy a magyar közélet mostanában szomszédokra, vagy a Dallasra, vagy éppen a való világra hasonlít leginkább, hogy ennek a következő epizódja mi lesz, az legkésőbb kedden ki fog derülni. Ajánlom a figyelmükbe a hetek friss lapszámát, amelyben most részletesen is olvashatnak azokról a súlyos kérdésekről, amelyek felmerültek a magyar Péter jelenséggel kapcsolatosan, a magánéleti botránytól kezdve az ellenzéki messiás váráson keresztül a kormányváltás dilemmájáig. Ugyancsak részletesen foglalkozunk azokkal az aggasztó kijelentésekkel, amelyeket most európai vezetőktől hallani a fegyverkezést, sorkötelezettséget, illetve a katonák Ukrajnába küldését, illetően, hogy mekkora esély van egy NATO-Oroszország háborúra, ezt próbáljuk meg kideríteni a cikkünkben. Komoly feláborodást váltott ki Izraelben az is, hogy az Egyesült Államokban a demokrata vezetők lényegében Benjamin Netanyahu megbuktatását szólítottak fel, de ajánljuk izgalmas elemzésünket arról is, hogy mit bond a Biblia a nacionalizmusról, a nemzetállamokról és annak kereszténységhez, egyházról való viszonyáról. A lapszámban filmekről is olvashatnak, nem is egyről, nyomon háromról is, korcső alá vettük a Dűne második részét, a Most vagy Sohaféle Petőfi filmet, illetve a Semmelweisről készült alkotást is, a lapot kéri az újságárosító helyeken, vagy rendelje meg a hozzáférését a hetek.hu per előfizetés oldalon. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 64 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengő gomb megnyomásával. Ha szeretnék támogatni további podcastjaink elkészültét, ezt is megtehetik a videó alatti sávban található köszönet gomb megnyomásával, egy tetszőleges összeget kiválasztva. Előre is köszönünk minden Vigyázzanak magukra!